meg mi egyé? Lemény csak a célhozza! Még hogy szolga! Várjál már! Hallgass meg! Dehogy is hallgatom, gyere! Hát nem tudja kezd, hogy mi kell egy szolgának? Kell annak reggeli, kell annak ebéd, ebédre is húrka, kolbász, meg egy kulacs bor, aztán vacsora, szállás éjszakára, fizetségről, azokról a jó kis garasokról, ne is beszélve, hogy gondolja kezd? Hát ezért kukargattuk, azért kupargattuk össze azt a pár száz aranyat, hogy maga most kent szolgára herdálja el. Én nem arra gondoltam, hogy... Hát ne is gondoljon semmire! Keljen fel, és menjen ki a szülőbe, és kapálja meg! Én csak azt akartam mondani, hogy... Maga ne mondjon semmit a szolgáról! Ha még egyszer szóba hozza, ezzel a sárnival töröm össze a csontjait! Megértette? Nem is ezzel, hanem a másikkal. Ezzel mi? Te asszony! Mit akar már megint? Én arra gondoltam, hogy nem kerülne az nekünk semmibe. Kicsoda, micsoda? Hát a szolga. Már megint kezdi! Mondom, nem kerülne az nekünk semmibe. Hogyhogy nem? Hát úgy, ahogy mondom. Én fölfogadom a szolgát, aztán kimegyünk kapálni. Kapálunk délig, délben leülünk ebédelni. De nem, lesz ám az ő tarisznyájában egy falat sem, sem az enyémben. Hát mi lesz benne? Semmi. Semmi? Mondom, semmi. Én jól belakmározom itthon reggel, csak kibírom estig. De úgy teszek, mintha ennék. Így aztán neki se kell adni. És másnap reggel? Én jó korán felkelek, bereggelizek, és amikor őt az asztalhoz ültetem, megint eljátszom, mintha az üres tányérból ennék. De előtte is üres lesz a tányér. És a vacsora? A vacsora. Teszik vacsorára? Semmi. Megint úgy teszek, mintha ennék az üres tányérból. És majd jól beeszek, miután ő már lefeküdt. Ez jó. De a fizetség! A fizetség? Hát mit gondolsz, te asszony? Ennyi munkát kibirítlen szomjan. Elpusztul a szegény előtt kérni a fizetségét. Ez jó! Ez nagyon jó! És talált már valakit szolgának? Találtam. Hogy hívják? Gyurkának. Akkor jó! Szóljon neki mielőbb! De ne felejts el megmondani neki, hogy ennyi fizetség! És ilyen jó tartás mellett itthon is kell segíteni. Fölsöpreni az udvart, megfejni a teheneket. Várjon csak! Mi baj van, asszony? És a temetés? Milyen temetés? Hát Gyurkájé! Az kifizeti! Vacsora!
helyre szegődtek? Most még a hurkát fölvesz ebbe, meg ebbe a gyurkáiba. Ne kevesebbet te, pontosan olyan is annyit, amennyit az ebéd. Hinnyed, de jó gazdához vetett a sorsom, fehér cipó, vaj, hurka, kolbász, talán még bor is akad. Ha ez így igaz, akkor ezt az aranytallért, amit egy nehéz évi munkával kerestem, eltehetem vénségemre. Ezt a hamisat meg, amivel legutóbb becsapott az egyik gazdám, most már nyugodtan bedobhatom az első kútba. Nem kell, hogy én is becsapjak másokat. Most pedig töltsd meg a kulacsokat azzal a jóféle 5 éves vörösborral. Na ezért érdemes lesz dolgozni, izzadni a napom. Jól van már, elég lesz már, míg a végén nem tudom bedugatolni a kulacsokat, ha ennyire te eltöltöd. Indulhatunk egy úrka! Indulhatunk az ura! Te hozd a két kapát, én meg hozom ezt a jó nehéz tajszát. Bizony, ezek jó nehezek. Érik a
megdolgoztál érte. Ja, úgy, hát persze, és még mennyit dolgozom majd érte. Igyunk is egyet rána. Engem a gazdaasszony igen hamar megkedvelt, nekem még egy jó darab oldalast is becsomagolt. Makának nem adott hozzá ilyen spélét? Nekem-e? Nekem nem oldalast, hanem füstölcsonkát csomagolt. Az se rossz, nem igaz? Na, ígyunk erre még egyet. Dolgozzunk, illetve dolgozzál. Én ugyanis hazamegyek, hogy elkészítsem a vacsorádat. Milyen sok volt az a hurka, kapál te is sokat gyurka. Meg lesz varjú, így lesz már, gazdáj lesz akár, ki így ebédel, így kapál. Gazduram. Pontosan úgy kapálok, ahogyan ebédeltem. Semmi hurkát ettem, semmi kapával kapálok. Hínje a nem jóját. Ezzel itt nem sokra megyünk. Igazad van. Az az átkozott zsugori vén asszony. Az én kedves feleségem be akart csapni. De majd elbánok én vele. Mindjárt hozok én neked jóféle uzsonnát. Az így igaz, gazduram, igazán kapálok én is. De amíg megérkezik, alszom egyet. Így legyen. Ha a gazdába megbízol, bizony soha meg nem hízol. Ha nem hízol meg, legalább pihenem. Aludj, várni, mélyen gyurka, horkolj akár estig bár. Meglátod az uzsonnádat, s rájössz kapálni itt kár. Na itt van az uzsonnája a maga szolgájának. Egye csak egye, de ha ezzel is úgy tesz, mint a zebúta, ha ezután is annyi kapál, mint ez, akkor összetörem a csontjait. De nem csak az övé, hanem a magáét is. Megértette? Ne olyan sebesen, te asszony! És azt te mit adtál neki uzsonnára? Volt itthon még kenyér. Finom. Alig 3 hetes. De emlékszik, ugye, hogy akkor milyen jót falatoztunk belőle. Hát, akkor jó volt, jó lesz most is neki. És más nem adtál? Dehogy is nem, első rangú, prima hurkát. Annak igen, csak megörül majd. Meg bizony, a hurka másik felének is, hogy megörült az a koldus, aki bekopogott hozzánk tavaly. Emlékszik, épp a nevem napja volt, hát megkínáltam hozzá egy kis borral is. Hát akkor, ami az üvegben maradt, azt most mind megihatja a maga szolgája. Hát akkor indulás! Este kimegyek, megnézem, hogy mit csináltak. S ha az a szolga be nem kapálja a szőlőt, akkor meg ne lássam kenteket! Mindkettőnek az inasok, meg
meg a pincére a libamájfást tépem. Libamáj. Az bizony, meg a töltött káposztát sült kolbásszal. Sok-sok tej föllel a tetején, csak úgy locsolt. Töltött káposztát. Azt bizony. Aztán aztán a kolbászok. Jó erős tornával. Aztán a torták. Méternyi magas habbal a tetejükön. Hi, de jó tettem álmomban. És én? Gazdulom is evett, de pontosan úgy, ahogyan mi ettünk délben. Én meg igaziból. Na, ehetsz most is igaziból. De ha nem annyit, amennyit álmodtál, de azért jóféle uzsonnát hoztam. Amíg tartozol, megkapált egy sort. Én addig alszom egyet. Hát, ha én is álmodok egy ilyen asztalról. De ha álmodok, akkor a feleségem fog az üres tányér mellett ülni, és ezt a semmi töltött káposztát. Még
aranytallér, pedig ahol egy volt, ott lennie kell többnek is. Jaj, jaj, gazdurám, mit tesz, mit csinál? Elvágja a gyökerem, jaj, mi lesz én velem? Ne jargass, ha megvelem az aranytallérokat, pedig ahol egy volt, ott lennie kell többnek is. Száz ilyen szőlőtőkét ültetek helyetetek, mint amilyen te vagy. Jaj, jaj, gazdrom, mit tesz, mit csinál? Kifordít a helyemből, nem termek már én ide szőlőtőket. Ne óbígass, tese! Olyan tőkéket ültetek helyetetek, hogy százszor annyit termelnek, mint én. Csak találjak még aranytallért. Jaj, mit tesz, gazduram, ha valamennyiünket kivált, nem terem több borot. Bánom is én, hogy tereme, ha meglelem az aranytallérokat. Beülök a legnagyobb vendéglőbe, és száz éves bort hozatok a pincérre a magamnak. Megvan! Megvan az aranytallérom! Ez már biztosan az enyém. Na nézzük csak, mit lehet még a szőlőtőkét gyökere? Hát megtalálta az aranyát. Minket meg elpusztít közben, de majd meglátja, hogy mi lesz még ebből. Ki ember? Mit csinál? Kivágja a gyönyörű termő szőlőket. Istenem, atyám, bele is őrülök. Hát a falu barátjához menteni feleségül. Emberéhez mentél feleségül. Nézd csak, asszony, mit találtam. Gyere, gyere csak. Hát ez meg mi? Ez víz arany, aranytallér. Hé, ember, biztos ez? Hát persze, hogy biztos, mert ahol meglett az egyik, meglett a másik, ott meg kell lennie a harmadik. Negyediknek, ötödiknek, tizediknek, a századiknak, az ezrediknek. A szőlőmet kapáltam, egy aranyat találtam. A szőlőmet kaparom, hát ha többet is találok. Jó napot, gazduram! Jó napot, néném! Jó napot, bíró uram! Na, hogy szól az a törvény, kié a talált arany? A magáé, gazdurám, mert a maga földjén találta a gyurka. Na látod, te gazember, azonnal add ide az aranyunkat. Azzal még várjunk, gazdurám, azzal még dolga van a törvénynek. Na és ez az aranytallér? Ez, amit most találtunk, ez akkor biztosan a miénk. Ugye a miénk? Ez is a maguké. De mert ez a pénz nem alany, hanem hamis pénz, a büntetés is a maguké. Honnan tudja, hogy hamis? Ez éppen az ezredik, amit most látok. Hamis pénz? Hamis arany? Az nem, gazduram, s utána kentek szőlében, rejtegették, mert nem gyártották. Hogy gondolhat ilyet? Jó, nem gyártották, de rejtegették. Így kente ki a büntetés. Jaj, bíró uram, és miféle büntetés? Először is elkobozzuk azt az aranyat, amit Gyurka talált. Ez őt illeti,
szólnának, beállnának-e kapálni, csak szóljanak. Száraz kenyér, penészedett hurka, nálam is akadt